Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és Battlefield 4 sniper tippek következnek, kérem szépen. És egy kis csavarra, ha szeretnétek, akkor nem csak tőlem következnek sniper tippek, erről egy picit később. Aki ugye régóta követ engem, az tudja, hogy én azért nem vagyok nagy sniper fan, de azt nem tudja, hogy azért Battlefield-en belül ez egy kicsit más a helyzet a sniperrel, és szeretem a snipert. Nem vagyok így se túl gyakran vele, de szeretem, mert azért a snipernek itt jut egy teljesen más szerep, és ha az illető úgy dönt és úgy játszik, akkor akár játékfordító is lehet, és azért én szeretek taktikázni egy játékban, és ugye így megnyerni egy csatát, és itt a Recon Classnak, mint olyannak tud lenni fordító szerepe is, ha az illető úgy dönt, ugye. Ha mondhatnám azt, hogy kétféle játékstílus van Battlefield-en belül, sniper-e van az agresszív Recon, és van az úgynevezett hosszú távú, amikor hosszú távról próbálod kiszedni az áldozatédat, és beszpotolni az ellenfeleket a csapatodnak, és van az a rész, amikor amiről azt gondolom, hogy sokan tévesztik az agresszív Recon játékot, amikor azt gondolják, hogy fogsz egy csipát, és mész, mint az őrült, és lövöldöz, mint az őrült, pedig az agresszív Recon-nak, csinálhatod ezt is persze, de az agresszív Recon-nak azért van egy szerepe, amivel nagyon tudná segíteni a csapatát Battlefield-en belül. Nos, de mielőtt még rátérnék az itteni és mostani mondani valómra, mert ugye, mint láthatjátok a címből is, egy kicsit agresszívebb stílusról fogunk beszélni, mert hogy úgy mondjam, én azt tudom jobban képviselni Battlefield 4-en belül, de anno Battlefield Bad Company 2-n belül nagyon ráálltam a hosszú távú sniperre, mert igazából a gépem csak azt bírta a snipert, mert ugye kevesebb FPS-t kellett lerenderelni a kis sniper scope-on keresztül, így aztán csak hosszú távú sniperrel lőttem, és itt Battlefield 4-ben is ráakadtam egy illető, illetve ő akadt rám az illető Imre, Lankovics Imre, aki hosszú távú sniperrel foglalkozik Battlefield 3 óta, és átjött Battlefield 4-be, és itt is hosszú távú sniperrel foglalkozik, és elindított egy sorozatot, YouTube csatornát le lehet csekkolni, link a leírásban, illetve itt a videón is kattintsatok a kis komment jelecskére, és meg ugorjatok el a csatornán, és nézzétek meg, aki szeretné magát beleásni a hosszú távú sniper rejtelmeibe, nagyon ajánlom szeretettel ezeket a videókat, nagyon hasznos tippek hangzanak el, és tényleg látszik, hogy azért ért hozzá a srác, a rövid távú rész ez annyira nem, de azt majd én átveszem tőle, de a hosszú távon azt mondom, hogy hihetetlen hasznos tippeket ad, de egy kicsit nehezen indul be, de a végére hihetetlen tippeket fogtok kapni, amik úgy tényleg kellenek ahhoz, hogy hosszú távon jobbak legyetek, jók a videók, jók az összevágások, szép killjei vannak, ezt igazából magamnak is sikerült tapasztalni egy játék alkalmával. De úgyhogy ajánlom figyelmetekbe azoknak, akik hosszú távot akarnak tanulni, én magam nem igazán fogok ezzel foglalkozni. Viszont amivel szeretnék foglalkozni, az az úgynevezett általam, vagy nem tudom, lehet, hogy ti általuk is nevezett félagresszív stílus, az, amikor igazából azzal törődsz a pályán, hogy beszpotold az ellenfeleket, ha egy mód van rá, hogy megszerezd magadnak azokat a killeket, nem konkrétan arról, amikor játékfordító lesz, beszéltünk arról is egy kicsit később. Na, de jöjjön akkor egy-két ilyen meglátás a részemről, hogy úgy mondjam, áthozva egy-két Call of Duty módszer Battlefield 4-en belül, sniperre, agresszívabb, de mégsem túl agresszív sniperre. Nos, azért, mint tudjuk, mostanra azért sajnos, hogy úgy mondjam, Battlefield 3, Battlefield 4-ben ütött ki már nagyon, és hogy úgy mondjam, elkúrták egy kicsit a pályákat, mert egy pályát gyakorlatilag a játékkészítők többféle játékra is megcsinálják. Ugye Paracel Storm lehet rajta játszani már Obliteration-től kezdve Rush-on át, Conquest Large-on át, TDM-en keresztül, Domination-on át, mindent. És úgy gondolom, hogy ez nem tesz jót magának a Battlefield sorozatnak. Régen ugye mi volt? Régen volt gyakorlatilag Conquest, csak az a játék volt, és a pálya szerkezetek maguknak gyakorlatilag, szóval ne kössetek bele semmibe, tudom, hogy volt más játékmód is, de gyakorlatilag a Conquest volt az a főjátékmód, amivel lehetett játszani Battlefieldben, és a pálya szerkezetek maguk is
úgy voltak kialakítva, hogy tökéletesek lehetnek arra. Ha egy kicsit előrébb ugrunk az időben, Battlefield Bad Company 2-ben a pályaszerkezet, illetve pályaszerkezetek már kezdtek keveredni, de viszont azért megvoltak a külön conquest mapok, megvoltak is a külön rás mapok, és ez így volt jó. De Battlefield 3 és 4 óta ezért ezt átalakították, és egy pályán gyakorlatilag több játékmódot lehet megvalósítani. Ez, úgy gondolom, hogy Battlefieldnek valami szinten rosszat tesz, de viszont nekem, aki hogy úgy mondjam, többet Call of Duty-zott, egy bizonyos szempontból jót tesz. Mert a pályákat kénytelenek úgy dizájnolni, hogy megfelelőek legyenek ugye erre a több játékmódra, köztük például Team Deathmatch-re is, és Domination-re is. Ezért például, ha Conquest-et, vagy Conquest Large-ot, vagy Rust-t játszol, pálya szerkezetek úgy vannak megcsinálva, hogy alkalmasak az ilyen pörgősebb, árkádos játékra, ami kedvez, hogy úgy mondjam, az én fajta játékomnak, nem csak sniperre, többnyire mindennel. Így aztán áthoztam ide azt a sniper stílust, amit megtanultam a többi FPS shooterből. Mint mondtam, kifejezetten nem örülök, hogy a Battlefield ebbe az irányba megy, de hát így akarnak az emberek pénzsporolni, és többet, minél többet kiszedni belőlünk, nehogy már több térképet kelljen csinálni, hogy igazán maximálisan élvezze ezt a játékstílus, inkább csináljuk egyet, és az legyen jó mindenre. Hát, ja, valójában valamilyen szinten jó mindenre, de valamilyen szinten nem, mert nem tökéletes a pálya dizájn. Na de, hogy rá is térjek, egy kicsit erre a tökéletlen pálya dizájnra, és hogyan boldogulhatunk rajta egy ilyen csipával, hogyan csinálhatjuk meg a szerencsénket, és nagyban lesz ez köszönhető igazából a kis térképecskének ott oldalt, mert masszívan kell figyelni, és hogy őszinte legyek, kivételesen nem kell olyan hatalmas figyelmet szentelni, az ellenfélre kell, mert sose tudhatod, mikor van a hátad mögött, de olyan masszív figyelmet ezúttal nem az ellenfélre, hanem inkább a társaidra kell figyelni, és ugye Battlefield 4-en belül azt is tudod figyelni, hogy ők merre néznek, tehát merre fordulnak éppen, és hogy úgy mondjam, figyelned kellene az ő mozgásokat, azt a hullám mozgást, amerre ők mennek, mondja, mindig körbe-körbe megyünk jóformán, és minden játékban ez igaz, Conquestben is, és ugye Rushban is, egy kicsit-kicsit körbe-körbe mennek az emberek, és figyelnek ki a társadalmat, hogy éppen merre vannak. Ez abban segít, hogy a Battlefield 4 kaotikusabb spawn rendszerét, ha netán TDM-et játszol, vagy ugye Conquest-et játszol, ahol nagyon mögét spawnolhatnak az ellenfelek, amikor épp zászlót foglalsz, tehát ezért figyelned kell nem csak azt, hogy merre jön az ellenfél, hanem azt is, hogy merre mozognak a társaid, és sokszor azon néha több hangsúly van, mert az ellenfelet nem biztos, hogy látod, de látod, hogy a társad valamerre néz. Viszont neked mi a szereped ebben? Te kell legyél az az illető, aki a csendes megfigyelő, hogy úgy mondjam. Tehát ez az a fél agresszív stílus. Egy kicsit kívülebb a pálya széléről, egy megfelelő spotról, mintha hosszú távú lennél, így behelyezkedsz a megfelelő spotról, és figyeled, hogy merre néz a társad, továbbá honnan jön ugye az ellenfél, és úgy próbálod meg kiszedni. Persze, kérdezhetnéd, hogy hol van itt az agresszív. Kiszeded a 2-3 ellenfeled, és látod, hogy a társaid már elkezdenek mozgolódni. Így aztán te is mozogsz velük folyamatosan, mint egy támogató, de mégse mozgolódsz velük. És a következő része a dolognak, hogy még jobban mozgolódsz velük, lehet velük akár a határvonalon. Tehát, hogy úgy mondjam, hogy vannak a társaid, és te közöttük vagy. Nem mész előrébb, mint ők, de hátrébb sem maradsz nagyon. Tehát ez a két stílus között válogathatsz a játékoddal, hogy követed a társaidat, velük vagy, nem mész túl előre, nem mész túl hátra, vagy hagyod, hogy a társaid menjenek, gyakorlatilag ők bezárják az ellenfelet, és neked távolról a menekülő ellenfelet szépen kiszeded, és próbálod gyakorlatilag elvágni az útjukat a csipával. Nem lehetetlen megcsinálni, gyakorlást igényel maga a lövés sebessége. Szóval ezzel ez a baj, hogy ezt kell megtanuljátok, tehát tudom, aki Battlefield 4-ben tipikus sniperezik, az lehet, hogy nincs hozzászokva a gyors reakcióhoz. Ezt kell megtanulnotok. Erre jó például a TDM, a Domination, a gyors reakció időt
fogja megtanítani neked, úgyhogy javaslod elmenni TDM-re és Battlefield, erre nincs jó tip, hogy hogyan lehet megtanítani, ezt iszonyatosan be kell gyakorolni azt a részt, hogy gyorsan reagálj, tehát gyorsan célra tudj tartani, ami segítséget tud adni ebben a gyors reakció időben, hogy egyrészt mindenképp fejre céloz, mert ha nem is találod a fejét, akkor lehet, hogy a testét találod el, és sose tudod, hogy épp beadja vagy nem adja. Szóval mindenképp fejre céloz, mert úgyis lehet, hogy a testet fogod eltalálni. A másik pedig figyelhető, kirelőnek a társaid, és akkor nyugodtan előheted az ellenfél testét, mert akkor mindenképp megkapod a kill. Tehát a féle kill lopás, igen, erről szól, killt ellopni, figyeled azt, hogy hova lőnek, merre lőnek, és úgyis látszik Battlefieldben, mikor kap az ellenfél golyót, mert így megremeg a test. Gyakorlatilag, és már lőheted is, és már nem is kell fejbe lőnöd. Nos, de viszont ahhoz, hogy ezt a gyors reakcióidőt elér, hogy non-zoomban tudj lőni, ami Battlefieldben nagyon nem lehetetlen, és nagyon könnyen adja, és hogy tényleg gyorsan tudja fegyverrel rárántani a célra, az egy pörgős meccsre kell menned, ahhoz kell egy TDM-re, egy Domination-re menned, és megtanulnod ezt a gyors reakcióidőt. És ha figyeltétek ezt a kis játékot, és akkor én többnyire kedvelem inkább azt a sőst, ahol a társaimmal nem túl hátra, nem túl előre nyomulva vagyok velük egy színvonalon, és nézem, hogy kit lőnek, és merre néznek, és úgy próbálom kiszedni az ellenfelet. Ha a másik tip, ha lehetőséged van rá, akkor kérlek szépen megkerülöd őket hátulról. Tehát azért a csipának, hogy úgy mondjam, meg tud lenni ez a sunyi módú szerepe is, amikor szépen bekerülsz mögőjük, és nem tudnak rád figyelni, mert arra figyelnek, hogy a társaid ne lőjék le őket, mert a csipa számukra, tehát egy ellenfél számára, akinél gépfegyver van, sosem fog akkora veszélyt jelenteni, tehát sosem gondoljuk a snipert olyan veszélynek, aki könnyedén le tud lőni minket. Na most, ha egy tapasztalt csipás vagy, akkor könnyedén le fogod tudni lőni az ellenfélet, és könnyedén igyekez, szépen bemész a hátuk mögé, és egyesével szeded le. Nem fognak rád koncentrálni, mert jobban félnek a gépfegyverestől. És gyakorlatilag szépen egyesével le tudod szedni az ellenfeledet, ha oldalról betámadsz, ha hátulról betámadsz. Nos, lényegében azt hiszem mindent elmondtam. A gyors reakció időhöz című történetet például azt hiszem, hogy jó gyakorolni magán a test range-en is, mozgó célpontokon álló célpontokon, azt a gyorsan szemhez kapom, lövöm stílust. Ezt mondom a tipikus Battlefield sniperoknak, akik nem snipereznek gyakran más FPS shooterekben, mint például ugye Call of Duty mondt, kénytelen az ember megtanulni egy gyors reakció időt a sniperre, de nem lehetetlen, hogy a Battlefield 4-en belül is, csak amire itt koncentrálni kell talán, hogy mindig fejre célozzunk, mert sose lehet tudni, lehet, hogy végül nem találod a fejét, de a testét igen, és beadja, és a fejre találod, ugye, tehát teljesen mindegy. És ugye ez a fél agresszív stílus, amiről beszéltem itt, ha nektek tetszik, el lehet menni kipróbálni, mint mondtam, még egyszer megismétlem, vagy egy ilyen külső szemlélő leszel a pályán, például a Conquest Large-on hasznos, mert hogyha egy kívülről szemléled a pályát, láthatod az ellenfeleket, akik éppen benyomulnak, hogy lelőjék a csapattársaidat, mert ti foglaljátok az ászlót. Tehát nem biztos, hogy neked is részt kéne venned a zászlófoglalásból, lehet, hogy te kéne légy az, aki kiszedi az ellenfeleket. És már is egy közelebbi élményt kapsz a csatáról, nem távolról szedett az ellenfeleket, hanem bemész a csatába. És miután kiszedted az ellenfeleket, és a társaid már éppen befoglalták az adott pontot, már kéken villog, akkor gyorsan befutsz te is, és megvan a 200 pontot, szóval így is úgy is mindegy, mert headshotonként minimum 125 pontot kapsz, attól függ, hogy milyen típus, quad wipe, valami, rengeteg pontot lehet összeszedni a sniperrel, szóval nem maradsz ki igazából semmiből. A másik stílus pedig az, hogy nézed a társidat, merre vagy, szépen követed őket, benne vagy a közép vonalba, hogy mondja, nem mész túl előre, nem mész túl hátra, viszont az magasabb reakcióidőt igényel, és hogy úgy mondjam, egy gyors, precíz célzást, mint az, amikor egy kicsit a háttérből figyeled az eseményeket.
Nos, ennyi lett volna számomra hogy úgy mondjam, a gyorsabb, pörgősebb sniper játék. Fogunk majd beszélni, azt hiszem, az agresszív Recon stílusról is, a valódi agresszív Reconról, amiről én úgy gondolom, hogy agresszív Recon és haszna van abban, hogy játékot fordítson, ha kedvetek van természetesen, mert nélkületek sok mindenről nem lenne értelme beszélni. Nos, köszönöm a figyelmeteket, Necrocrim voltam, a következő videóig, amiről még nem tudom, hogy mi lesz, de majd meglátjuk. Köszönöm a figyelmeteket, ajánlom figyelmetekbe a többi videót, sziasztok!